Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket az Árnyék Kormány sajtótájékoztatóján. Váratlan bejelentést tett a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója. Tóth Péter János kijelentette, ha a most működő Paksi atomreaktorok biztonságos üzemidejét újabb húsz évvel meghosszabbítják az EU atomenergia szervezetének engedélyével, akkor itt pontosan idézek, az üzemidő hosszabbítással nem kell új atomerőművet építeni. Tehát Paks egy igazgatója lényegében elismerte, az oroszok által építendő Paks 2 reaktorainak felépítésére Magyarországnak nincs szüksége, ahogy azt Dobreflára vezette árnyékkormány energiaprogramja is tartalmazza. Az árnyékkormány szerint a Paksi atomerőmű biztonságos üzemidő hosszabbítása mellett Paks 2 felépítését azonnal le kell állítani. Az orosz hitelből épülő, méregdrága atomreaktorok helyett, megújuló, így a szél, a nap és a geotermikus energiatermelés fejlesztésére, valamint az energiafelhasználást csökkentő országos lakásfelújítási programra kell költeni a magyar adófizetők pénzét. Ez lesz a Dobreflára vezette árnyékormány szociáldemokrata fordulata a kormányváltás után. Így teremtjük meg Magyarország energiafüggetlenségét, így csökkentjük a magyarok rezsiszámláit, és így mérsékeljük a szélsőséges időjárást okozó klímaváltozást. A Paksi erőmű vezérigazgatójának véleménye más pontokon is találkozik az árnyék kormány energiaprogramjával. A vezérigazgató arról is beszélt, hogy az orosz-ukrán háború miatt új forrásokból kell beszerezniük a reaktorok fűtőanyagának nagy részét. Magyarán Paks 1 az üzemidő hosszabbítás után még több mint 30 évig üzemeltethető az orosz nukleáris üzemanyag nélkül is, mert más országoktól is tudunk vásárolni fűtőelemeket a reaktorokba. Ha viszont az oroszok felépítik a Paks 2-t, még jobban függeni fogunk az orosz technológiától. Ezért támogatjuk Paks 1 üzemidő hosszabbítását és ellenezzük Paks 2 építését. Az Ányék kormány szerint a paksi atomerőmű biztonságos üzemidő hosszabbítása mellett paks 2 felépítését azonnal le kell állítani. Az orosz hitelből épülő méregdrága at atomreaktorok helyett a megújuló, így a szél, a nap és a geotermikus energiatermelés fejlesztésére, valamint az energiafelhasználás csökkentő országos lakásfelújítási programra kell költeni a magyar adófizetők pénzét. Ez lesz a Dobrev Klára vezette árnyék kormány, szociáldemokrata fordulata a kormányváltás után. Így teremtjük meg Magyarország energiafüggetlenségét, így csökkentjük magyarok rezsiszámláit, és így mérsékeljük a szélsőséges időjárást okozó klímaváltozást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!